A videót a notebook.hu támogatta. Na hát szavaztok, srácok, itt vagyunk a következő House Flipperben, és folytatjuk a kocsma dolgokat. Mármint hogy ezt a részt kéne itt ma megcsinálnunk. Ugye? Mik vannak itt tervben? Első körben is egy biliárdasztal, apák napja alkalmából. Hát ez legyen klasszik, nem is lehet más. És az alja pedig ilyen fa. Igen, ez legyen így. Aha! Hogy az ekkora batár nagy? Jó. Akkor, hát, de az a baj, hogy itt így nem lehet körbejárni, nem? Á, nem. Hát de te hallod, ez ide se fér. Pedig kocsma, biliárdasztal nélkül nincs. Miért csinálták ki a hatalmasra? Csocsó? Az mekkora? Az legyen piros, így van. Az legyen kék. Ugye? És az alap, az pedig, hát, a fene se tudja, hogy milyen kéne. Legyen ilyen? Ah, legyen ilyen. Oké, ez viszont már ide fér, itt a srácok körbe tudják állni szépen. Sőt, még hozhatjuk errébb. Éni. Okéka. Na, megpróbáljuk megint átállítani ezt a valós idejű játékidő. Na most, jó, legyen játékidő. És hogy változik-e valami, azt majd meglássuk. Tudod, hogy megy-e le a nap, avagy nem. Már megint nincs középen, baszki, nem tudom középre tenni, hallod? Jó az, középen van. Oké, aztán... Hát egy radiátort oda... Nem kell! Ó, ne bóckodjunk, nem kell nekünk radiátor. Ugyanis... Van kandalló, és a kandalló mindenre jó, pont. Jaj, nem halkítottam le a telefonomat, elnézést kérek. Oké. Aztat mondja, hogy... Kéne ide akkor első körben egyetlen egy asztal. Hát igazából ki kéne választanunk magát az asztalt, ami végigkíséri majd az egészet. Ez mekkora lehet? Jó nagy, mi? Bocsánat. Aztat mondja... Meg milyen színben kéne ez az asztal téma? Megnézzük először egy ilyet? Ó, de ez nagyon... Az a baj, nagyon beleolvad, meg a rettenet nagy. Habár nem gond az. Oké, ez ide be lesz tolva. Ugyanis... Hogyan kéne úgy, hogy teljesen be legyen cupákulódva. De nem lehet, hallod? De. Na majd most. Oké. Nem, ez nem jó így. Ez túlságosan bele van itt tolvadva. Megnézzük, van-e még másféle. Ti se láttok, ugye? Hát tudod, olyan kéne, ami így illik bele. Tehát nem ilyen pöcsöm asztal. Ezt megnézzük? Ez talán nem is rossz. És ugye, akkor megpróbáljuk ezt is ide belecupákulni. Igen. Na és ez az asztal lesz az az asztal. Jó. Várjál csak. Te gyerek. Mert ugye, az van, hogy szokott lenni ilyen a csocsóasztaloknál, hogy oda a kis piát le tudjad tenni, hogy ne a csocsóasztal szélére pakoljad. És azért akartam oda egy olyat. Igen, így akkor most már jó, mert úgy lehet rá tenni. Van-e esetleg sörös doboz? Egyfajta imitálásképpen, hogy hogyan fog ez kinézni. Természetesen nem látok ilyet. Bor. Nincs semmi. Boros láda.
Nem kell ilyen. Az a baj, hogy nincs. Mindegy, akkor oda képzeljük, ugye, oda lepakolják. Na most. Ami kéne első körben még ide, az lámpa. Álló lámpa. Mert hogy dizájnos. És ugye nem modern féle kéne nekünk. Vagy lehet, hogy... Ilyen? Csak ezek is nagyon modernosak. Ugye? Hát ilyet meg csak nem teszel beltérbe. Ez hogy néznek itt? Egy felkapcsolást megér azért, nem? Ja, Istenem. Nem rossz! Én azt mondom, hogy nem rossz. Ugye? Nem ad túl nagy fényt, pont ez a fél homályos cumó kell nekünk ide. Oké. Okay. Igen. Ó, szerintem ez így jó. Van egy ilyen feeling-e, amilyet... Hát, pont akartam. Oké. Okay. Így, és akkor ide már lehet majd ülni. Hova kéne még lámpa? Első körben is. A magasságot kéne belőni. Hát... A fene se tudja, lehet ide fölé is kéne egy, ugye? Aha... Ó, tök jó! Írjátok le a véleményeteket, de nekem ez tök tetszik. Tök ilyen kis kellemes az egész, tudod? Nem az az ilyen nagyon üzé. Ó, te gyerek! Nekem ez így tök tetszik. Közben ilyenkor ír mindenki... Nagyon jó, nagyon jó, nagyon jó. A spameket bírom a legjobban, köszönöm szépen, törlés. Na! És ide kéne még talán egy, ugye? Habár... De kell az oda. Úgyné. Na, akkor világításból nagyjából így fogunk állni. És akkor ugye mivel a biliárd az nem fért el, ezért számításba kell vennünk azt, hogy a pincét is valahogyan ki kéne alakítanunk. Majd. És akkor ott tudna ez a dolog lezajlani. Ami kérdés számomra, még mielőtt jobban belemennénk a dolgok állásának a módosításába. Ajtót, ablakot nézzünk. Nincs. Jó. Az volt a kérdésem igazából, hogy van-e olyan ablak, ami olyan kicsit régies, de nincs, úgyhogy szuper. És akkor székeket kéne tenni. Ajtók, ablakok, bútor, székek. Székek. És ugye... Amit beszéltünk, az ez. Mennyire tipikus. Állj, né? Kicsit így hagyjuk. Ne annyira steril legyen az egész. De azért mégse legyen olyan nagy kupi. Szerintem ez fullos lesz. Oké, ez kicsit így fog állni. Ilyen dohányzós genyó? Nincsen valami. Dohány. Hamu. Ilyenekre gondoltam, hogy hamutartó, meg ilyesmi. Más. Hát, pisza az anyád, picsáját, hallom, hogy bejöttél a szobába, baszki. Nyitva van az ajtó. Ami a legtipikusabb. Welcome, hallod, az kell majd. Csésze van. Pohár alá tett, meg ilyesmi kéne, de nincs itt lószar se. Teszünk bögréket. Mit szóltok? Egy kicsit ilyen más színű lesz minden. Ú, de fos színű az a bögre. Ezek itt teáznak. Zöld is lesz, jó van az. Oké. Okay. Meg lesz egy rózsaszín, aki egy gágyi. Mit szóltok? Ó, tehát milyen fullos ez így. Ott egy kis retek, az fel kéne törölni. Jó? Esküszöm, nagyon tetszik a feelingje. You know. Ez a nap még mindig... Ó, nem, már ment arrébb. Menjél lefele?
Ez főzesse anyád a kis köcsög. Oké. Na, akkor ide kéne abszolválni még 2-3 asztalt. Ami egyébként nem is lenne baj, hogyha nem ugyanolyanok. Ugye? Azt mondja... Berendezés... Várjál csak! Hogyan férne itt el? Sehogy, jó, köszönöm. Mert arra gondoltam, hogy kéne egy ilyen kandallós asztal, ami olyan kis chill, dohányzó asztal, mondjuk úgy. Bútor, asztalok. Csak ezek olyan modern asztalok. Kávézó asztal. Ez mekkora ez a kávézó asztal? Ó, ilyen kell nekünk ide. Nagyon jó. Hát most WC-zni nem nagyon kell itt elmenni senkinek. Hát vagy kerülni kell, baszki. Hát nem lesz az úgy jó. Ágy, székek. És akkor ide meg olyan szék kéne, ami kicsit olyan kis, ilyesmi. Henry Kettner szék, mint látjátok. Valami jó, ilyen. Azaz, jaj, de OG. Hogy? Egy ide. Itt egymás ölében nyakába tudnak ülni majd. Ott van az. És akkor ide is teszünk valami bögrét, vagy mit tegyünk oda? Pohár, meg ilyesmi nincsen. WC papír, na azt oda tudnánk tenni. Rizs. Vagy egy kis magyarót. Jó, hát akkor ez itt kilőve. Ez is kilőve, természetesen. Konyha. Dekoráció. Nem ilyen kell nekünk, hanem más. Kész. Más. Oké. Pohár, baszki, hol van már pohár? Szappan is van, hallod? Mindent tudnánk oda tenni. Hát csak ilyen pöcsön bögrék vannak. Úgyhogy ez van. Oda egyet, mert ugye beszélgetési van. Meg egy fehéret is. Oda nézzé! Jaj, de feelinges, hát ott is tök jó lehet. És akkor igazából itt olyan nagyon sok hely nincsen. De ugye lesz lent is még helyecske-kecske. Itt elférni, talán egy kicsit lehetne ezt még... Ó, közelebb hozni. Mi van? Tedd a... Ja, Istenem, azok most... Áj! Oké. Így, ni. Mit nincs elég hely? Ne bohóckodj már! Oké, ka. Innen nézzük. Így, ni. Oda pörköljük főfele. Azt is oda pörköljük főfele. Az ilyen... Kicsit ilyen romkocsma feelingje van, vagy nem is tudom, de nekem tetszik. Nos tehát szóval, hogy amint ezzel megvagyunk, mert az a nagy alokám, hogy hova kéne még asztalt tenni, mert nem nagyon van hely. Most itt elfér összesen néhány ember, a szevasz. Az a baj, nem nagyon van most hely. Jaj, ne kapcsoljuk már le ezt a világítást. Oké, megy lefele a nap, jó lesz ez. Látszódni fog majd este is. Ó, tudjátok, mi kell egy ilyen helyre? Szőnyeg. Valami jó undorító. Ne ilyen. Jó, most nem úgy mondom, hogy undorító, valakinek ez biztos tetszik, de nekem nem. Oké, így ni. Azaz. Jaj, de izé ez már itt, hallod? Jaj, de jól fog ez itt kinézni. Na jó. Majd még kitaláljuk, hogy hogyan kéne még ide asztalt varázsolni, de én azt gondolom, hogy csináljuk meg itt szépen ezt a budit. Gyorsan még. Hát most az van. Radiátor nem lesz itt, az lehet. Zuhanyzó sem kell. Ezt itt, ez mi? Zuhanyzó. Ja, pont, hogy zuhanyzót nem adtuk-e, jó? Oké, ka.
Nézzük, takarítani mennyire tudjuk ezt az egészet. Nem baj ez, ez szerintem jól áll neki, hogy egy kicsit olyan kis retkes az egész. Ugye? Tudod, olyan tipikus. Hát most milyen legyen, ha nem retkes? Amennyire lehet azért ezt feltörögetjük, meg ilyesmi. Nya! És akkor... Ugye kéne... Hogyan kéne csinálnunk? Várjál csak! Szerintem először tegyük le magát a budit. Azt mondja, hogy budi. Hol a budi? Fürdőszoba? Budi. A standardebbnél standardebb, leggagyibb kell ide nekünk. És ugye... Aha, de várjál, először kell budi bekötési. Genyau. WC? WC vízvezeték. Így is van. Na. Azt nézzük meg, hogy mennyi férne mondjuk el egymás mellett. Egy. Azt mondja, hogy... És mondjuk hármat? Hát szerintem legyen három. Azt akkor szevasz, az egyik egy kicsit ilyen nagyobb lesz. Hát nem lesz fiú meg, vagy férfi meg női WC különben, ha? Még az kéne nekünk. Azt mondja, hogy fürdőszoba. Vedd meg most. Aha. Aha. Csimbumbamben. Ott is van. Olyan gyorsan szerelünk WC-t, mint az állat. Csimbumbamben. Ott is van. Szevasztok. Hello. És akkor nyilvánvalóan falakat is építünk, ha bár így szerintem kicsit viccesebb lenne. Hogy így bemennek, azt egymás mellett tudnak különböző dolgokat tevékenykedni. Hát nem lett pontos a távolság az egymás WC-je között. Ugye? Na jó, csináljuk akkor először falat közéjük. Falépítése. Sitty, sutty. 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 Ott is van, szevasztok. Ajtót majd teszünk be. Sutty. Aztán itt lesz a főnök WC-je, ami ugye a legnagyobb. Oké. Okay. Ennyi. És akkor... Ja nem, egyen még kijebb kéne. Hogy azért normálisan be lehessen csukni meg ilyesmi, ugye? Ígyni? Nya. Ajtót nézzünk. Ajtó, ugye, hát ilyen belső kéne. Legyen fehér. Mégis csak egy WC. Ott is van a WC-d. Rányílik az ajtó. Nagyon jó. Ezt vártuk. Ez meg mondjuk forduljon meg, hogy innen lehessen nyitni. Aha, de hát ez így hogy néz ki? Nem? Visszafordítjuk így. Agyagy. Óra nézzé. Teteje nem kell, hogy legyen. Ne bóckodj. Hát itt a... Az ablak miatt technikai nehézségünk akadt. Úgyhogy... Úgyhogy ez van. Pisza az anyád úristen itt neked! Hogy képzeled? Hát már megint ugyanott fekszik, srácok. Jó, ezt akkor elengedjük. Ide jön a kézmosó. Ugyanis nem lehet oda tenni ízét. Hát ez ilyen. Berendezések, zuhanyvízvezeték, légkondi, kád, WC mosdó, mosogató. Ez kül nekünk. Na, azt ebből egy lesz. Hát ez egy kis barátságos kis kocsma, nem egy ipari benzinkút. Oké. Okay. És akkor... Az anyád úristen itt. Fekszik az ágyon, hallod? Legyen ilyen classic. Ahogy is van. Fú, de nem értem ezt, hogy... Oké. Okay. Rá az anyát, rá a csavart, rá az anyát, rá a csavart. Hát most... Ó, te gyerek. Oké. Okay. Sutty bele. Sutty rá. Sutty bele. Csimbumbam. Ki vagyok én ettől? Hogy elhiszem, hogy tudok szerelni, ugye?
Ha nem vagy egyértelmű, baszki, mit kellett azt megfognom? Jó. Nya. Fölé egy tükör, hogy tudja az emberke nézni, hogy na. Ma aztán baszki, olyat csajozok. Úgy egy jó nagy batár nagy, így né. Azt kő nekünk, hallod? Ajj né. Aztán a WC-be azért csak kéne WC-papír. Kap is egy ilyet, mindegyik. Oké, okay. Meg ide is. Ez egy kicsit szerintem túl magasan van. Vagy túl alacsonyan lesz, hát. Jó, ez így. Kész. Srácok, ja, és hát nyilván egy kis hangulatvilágítás a tojáshoz. Lámpa, és ugyanolyan lámpát teszünk, mint amilyen. Mindenhol van. Ó, te, milyen már ez? Ó, te gyerek. Ajde hangulatos, hát úgy tojnék itt egyet, hallod? Ére még egyet, na. Középre is, na. Ó, de kakkantanék itt egyet, hallod? Hát ez szerintem ez eddig, srácok. Elnöki. Várjam ezt a néhány ablakot, mondjuk jól áll neki, de azért csak nem kéne, tehát hogy így ezeket azért csak letörölgetném. De esküszöm jól áll neki, hogy ilyen retkes. Oké, okay. Hú de fura, hogy kilátni most az ablakon, eddig nem lehetett. Jó is volt. Ó, de jó lenne, ilyen könnyen menne az ablakmosás is, ugye? Jaj, de gyorsan lehet itt mosni, hallod, nyilvánvalóan semmi izé nincsen. Csík, meg semmi, full szép, minthogyha nem is tudom. Ezt csináltam volna egész életemben, ez úgy néz most ki. Na, és akkor itt van még egy. Na, és akkor srácok, innen fogjuk folytatni. Amiben már ott fogunk tartani, hogy véglegesítjük itt a dolgokat, kis apró szarokkal telerakjuk, illetve akkor megcsináljuk itt az alját is, az meg ilyen, nem is tudom, ilyen vipesebb lesz, nem lakás lesz itt, hanem akkor itt lesz a biliárdasztal, meg ilyesmi. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és hogyha várjátok a következő részt, azt jelezzétek felém, akár like folyamában, akár bárhogy. Hogyha tetszett, akkor is nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, ha nem lennétek, köszönöm szépen a figyelmeteket, jók legyetek, szevasztok! I saw them, I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone and progression, it's all that I wanted. The foe in affection, I summon and dub it. Cause I got problems on problems on problems on problems on problems on problems. I solve them, I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling.